Zuhan a forint, egy euróért ma már 317 forintot is adtak. A lakosság nem örül a gyengülésnek. A valutaváltók szerint, akinek csak van megtakarítása, most eladja. A folyamatok hátterében sok egymástól független tényező is van, amelyeknek egy része független a magyar pénzügyi politikától, vagyis nem befolyásolhatók, mondják az elemzők. Hogy hol lesz a mélypont, azt még nem lehet tudni. Ebben a pénzváltóban délután az euró eladási ára 318 forint volt, ezzel a forint több éves mélypontra gyengült, az emberek aggódnak emiatt. Mindannyiunkra hatással van természetesen, és nem örülünk neki, tehát nem jó ez, hogy ilyen gyenge a forint. Lesz az még több is. Nem örülnénk neki, hogyha most külföldre kéne mennem, és ilyen áron kéne vásárolni. A pénzünk ugyanis most kevesebbet ér. Július végén 100 ezer forintért 325 eurót kaphattunk volna, ma pedig ugyanez az összeg 314 eurónak felel meg. A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségénél azt mondják, mindez nem befolyásolja a magyarok nyaralási szándékát. Az utazási irodák szezon elején általában egy bizonyos árfolyamon kalkulálják az útjaikat, és hát természetesen, amikor lejjebb megy az euró, akkor sem vesszük ezt figyelembe, és amikor relatíve kisebb ingadozás van, akkor is ugye még tartjuk az árakat. Bakó Balázs azt mondja, a külföldi turisták számára viszont vonzerőt jelenthet majd az alacsony forint árfolyam. A valuta váltóban azonban már ennek az ingadozásnak is jelentős hatását érzik, ám nem az euró vételénél. Ilyenkor mindig megnő a forgalmunk, főleg a vételi forgalmunk, tehát hogy mi vesszük a valutát az ügyfelektől. A magyarok nagyon jól figyelik az árfolyamokat, és mindenki, amikor ilyenkor egy kiugrás van, próbálja forintosítani a valutáját, hogy a lehető legnagyobb árat érje el. Németh Dávid, a KNH vezető elemzője szerint marad a nyomás a forinton. Az elmúlt hetekben olyan események láttak napvilágot, főleg Ukrajna felől, illetve más geopolitikai konfliktusok éleződtek ki, amik arra ösztönözték a befektetőket, hogy eladjanak. Magyarországon is ez megjelent a kötvénypiacon, főleg hosszú állampapírokat adtak el a befektetők. Az elemző hozzátette, a devizahiteles program és az alacsony jegybanki alapkamat is szerepet játszott a zuhanásban, hogy hol lesz a vége, azt nem lehet tudni. Szerinte 318 forintnál van egy lélektani határ, utána pedig 324-nél, ahol már 2012. januárjában rövid ideig állt a forint.